Nagyon fontos, hogy a polgárok Szamosvölgyi Pétert és csapatát támogassák, hogy tovább tudják fejleszteni, szépíteni városunkat. Szeretnénk, ha látnák a fejlődés további hívét, látnák, hogy a fejlődés folytatódik, hogy Sátoraljóújhely valóban a megvalósuló álmok városa, ahol sikeres polgárok élnek, sikeres városban. Mondják ki velünk együtt, csak így tovább Sátoraljóújhely. Most pedig felkérem dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, köszöntse a jelenlétüket. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, kedves jelöltek, kedves Bajár Zsolt, kedves felesége. Hát megint választunk. Nem olyan régen voltunk együtt, hát ha így megy tovább, akkor ez egy összesokott csapat lesz, mint ahogy voltunk, az elkövetkezendőkben is.
Csak a díszlet kicsit változik, de a tét ugyanaz. Először is szeretném megköszönni, mint a Borsod-Abolcs-Zemplén megye 5-ös választókerület elnöke, Sátor-Aljaújhely polgárainak, Fidesz-KDNP aktivistáknak, tagoknak, barátoknak azt az aktivitást, amit a tavaszi országgyűlési választásokon felmutattak. Újhely elől járt, példát adott más településeknek is, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az országgyűlési választásokon a megyében a második, jelentően a második legjobb helyezést kaptuk. Ez abban is megmutatkozott, hogy amikor a megyei közgyűlés listáját állították össze, akkor mi másodikként tehettük le a javaslatunkat. Tehát látjuk, mindennek van értéke és értelme. És köszönöm, hogy ugyanezt a formát hoztátok az európai parlamenti választásoknál, amikor is ugye különösebben a magyar polgárokat nem nagyon érdekli, azaz egyre inkább érdekli, hogy mi történik Brüsszelben. Mégis ugyanazt a százalékot hoztuk, és ez nagyon-nagyon fontos. Mert igenis bennünket érdekel, hogy kiket küldhetünk az Európai Unióban, kik képviselnek bennünket, mert ez zsebrevág számunkra, nem mindegy, hogy milyen és mennyi támogatás jöhet Sátor-Aljaújhelybe. És íme itt a harmadik választás, az önkormányzati választás. És a tét ugyanaz, mint az elmúlt két választáskor, talán a díszletek változnak, az idő is változik, de mégis a feladat ugyanaz. Talán sokan azt mondják, hogy ugyan már ez lefutott dolog, hiszen hanyadszor választjuk, hál' Istennek újra Szamos Miki Péter polgármester úr, urat és csapatát. De éppen ez a veszélye, mint már sokszor elmondtuk, hogy nem szabad elkényelmesedni. Minden szavazatra szükség van. Nem a kis kertbe kell menni, nem a őszi betakarítást, hanem most van egy nap, amit minden újhelyi polgár érezze kötelességének. És ami kötelességünk az, hogy minden szomszéd, barátot, barátnőt figyelmeztetni arra, hogy jöjjön el, és hogy hova tegye az X-et. Mert ettől függ Sátor-Aljaújhely jövője. És itt meg kell köszönnöm Szamosvölgyi Péter polgármester úrnak, Dankó Dénes alpolgármester úrnak és a csapatnak az elmúlt 4 éves munkát. Hát ha valaki látta közelről, hogy mit dolgoztak, akkor én láttam. Hiszen az elmúlt 4 évben nem volt olyan nap, hogy ne lenne telefonhívás, ne lenne valamilyen kapcsolat közöttünk. Igen, és tétje van ennek a választásnak, mert végre pontot tehetünk, amit 1990-ben mi elkezdtünk. Aztán valahogy nem sikerült befejezni a rendszerváltoztatást. Most talán elérkezhetünk oda, hogy a következő 4 évben végre pontot tehetünk arra, kihúzhatjuk magunkat és elvégeztük. Azt is mondhatnám, hogy talán befut nem sokára a varsói gyors, amiről mi álmodtunk, hogy végre 1989-90-ben megváltozik a helyzet Magyarországon. Azt hittük, hogy ez magától megy, hogy mindenki normálisan fog élni és gondolkodni. Nem így lett. 25 évnek kellett elkelnie ahhoz, hogy végre úgy alakuljanak a dolgok, hogy a polgári gondolkodás, ami volt Magyarország jellemzője, az uralja az országot és Sátor-Aljaújhelyet. Hát ez a tágabb értelembe vett tétje a választásnak. És a tétje az is, hogy hogyan tovább Sátor-Aljaújhely. Én nem akarok most előadást tartani az elmúlt 4 esztendőről. Itt majd a képek mutatják, polgármester úr és a képviselők nyilván el fogják mondani mozaik-szerűen, hiszen nincs elég időnk, hónap reggelig itt ülhetnénk az elmúlt 4 év eredményét. Én 2 számot mondok. Az egyik több mint 6 milliárd forint érkezett Sátor-Aljaújhelyben. 350 új munkahely. Aki
aki volt munkanélküli, az tudja, hogy mit jelent sorban állni, mit jelent itt munkát kapni új helyben. Akinek van gyermeke, az tudja, hogy milyen fontos, hogy nem Miskolcra, Budapestre, meg Londonban, hanem itt új helyben teremteni munkahelyet. Hogy legyen ki, gondoskodjunk rólunk. A tét ez, hölgyeim és uraim. Talán ennek a választásnak a tétje még az is, hogy nem csak Sátoralja új helye, hanem Zemplén, Abaúj, merre tovább. És higgyétek el, hogy Sátoralja új hely, mint Zemplén fővárosa, a város, egy polgári életet mutató város, mindig példakép. Mindig figyelnek arra, hogy új helyben mi történik, pláne Patakról, pláne Göncről, meg a hegy másik oldalára. Mit csinálnak az új helyek? Hölgyeim és uraim, most rajtunk a sor. Nos, és én csak egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni, vagy kettőt. Most nem úgy, mint politikus, nem úgy, mint egyetemi tanár, hogy csavarjuk a szót. Józan paraszti észre. Hallottuk a két számot. Több mint 6 milliárd forint, és a városnak nincs adósága. 350 munkahely. A kérdés úgy hangzik. Akarják-e az újhelyi polgárok ezt megduplázni, vagy sem? A válasz rá nem az, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk, hanem Szamosvölgyi Péter. Ennyi. Ilyen egyszerű, hölgyeim és uraim. Ezt kell az utcán elmondani, megkérdezni azoktól, akik nem szeretnek bennünket, ha van bennünk büszkeség, meg tartás, meg a gyerekeiket itt akarják majd tanítatni, meg itt szeretnének megöregedni, akarnak-e új munkahelyeket? Akarnak-e újabb 6 milliárd forintot? És ez nem ígérgetés, mint a jelöltek az ellenzékből, majd jönnek és mondják, a szolnyomdafesték sok mindent elbír. Tessék megnézni ezt a várost. Tessék megnézni Szamosvölgyi polgármester úrnak a naptárát. Most éppen nem hozta el, de mindig nála van egy ilyen naptár, és én nem tudom a bolha betűket kiolvasni, annyi minden van ráírva. Ez a polgármester, alpolgármesterestől önkormányzatot együtt dolgozik, hölgyeim és uraim. Ennek van látszatja. Jóbornak nem kell a cégért, mondjuk szokták mondani. De ne felejtjük el, hogy sok mindent mondanak, majd jönnek a szirénhangok. Arra tessenek figyelmeztetni mindenkit. Akarják-e, hogy új hely nem csak a Varsói gyorsra szálljon fel, hanem az uniós támogatások vonatára felszálljon-e, vagy rajta maradjon-e, vagy leszálljunk? Ez a kérdés. Ilyen egyszerű. És azért most józan paraszti észre belegondolva, van itt egy jobbikos, meg egy MSZP-s képviselőjelölt. Hogyha netán őt választanák meg, hogy nézne ki az együttműködés? Szóval remélem, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Nem magas politikáról, csak józan zempléni fejjel tessenek gondolkodni, elmondani mindenkinek. Az elmúlt 4-8-12 esztendő magáért beszél. És ez a lényeg. Nem kell leírni akár, nem kell televízióba reklámot, mert mindenki naponta végigmegy a főutcán, mindenki elmegy dolgozni, és látja, érzi a saját szívében, zsebében, hogy mi történt. Erre tessenek figyelni. Őrizzük meg azt az értéket, amit a képviselőtestület, a városvezetése létrehozott az elmúlt 12 valahány évben, és most higgyétek el, a lehetőségünk adott, soha ilyen jól a csillagok állása nem állt. Itt van, éppen mai nap kaptuk a hírt, hogy Brüsszel jóvá hagyta az Európai Uniós támogatások dolgát. Startvonalnál vagyunk. Ha két ellenjelöltet választják, meg többségben van esetleg más párt, akkor gúzsba kötik Sátoralja új helyi lábát, na így menjünk neki a pályázatoknak. Most előttünk áll a lehetőség, és ez nem ígérgetés, hanem amit 4 éve csinált a testület, és csináltunk együtt. Itt van előttünk.
És tudom azokat a terveket, amiről már beszéltünk, valós tervek, hogy ezt a 6 milliárdot akár meg is duplázhatjuk. Hölgyeim és uraim, ez a választás tétje. Új helyiek, gondolkodjatok el! Akarjátok-e ezt a várost továbbfejleszteni, vagy megállunk, aztán nézzünk visszafele? Ez a kérdés. Ezt tegyétek fel minden reggel a kollégának, barátnak, ismerésnek. És ami engem illet, természetesen a képviselőtestület 2, 4, 6, 8, polgármester 9, én meg vagyok a 10. kívülről. Mert az együttműködés számomra kötelező. Én már megkaptam a felhatalmazást, a mandátumot tavasszal az új helyektől. A szerződés aláírva. Engem kötelez. Szeretném, hogyha a szerződést, ezt aláírnak a többi képviselőjelölt is. A felhatalmazás meg lenne az új helyektől. Hölgyeim és uraim, a kérdés az, hogy hogyan tovább? Mit olvasunk itt? Csak így tovább. Hajrá Sátoraja Újhely, hajrá Szamosvölgyi Péter, Dankó Dénes és a csapat! Ennek a mozgatórugója egy olyan ember, aki 16 éve töretlen hittel és lendülettel vezeti a várost. Ehhez most újra kéri a választók támogatását. Felkérem Szamosvölgyi Pétert, városunk polgármesterét és egyben a Fidesz-KDNP polgármesteri jelöltjét, hozta meg a jelenlévőkkel gondolatait. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél, Vörös Sándor. Képviselő úr, kedves vendégünk, képviselőtársaim, a polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ma harmadszor köszöntöm Önöket ezen az éven a választások alkalmából, itt Sátoraljó újhelyben, hiszen a tavaszi két választáson túl vagyunk, mind a két alkalommal sikerrel, és most harmadszor kéne, hogy Udas Matyiként vágjunk vissza. Rölyeim és uraim, mindennek az alapja az, hogy legyen egy csapat. Aki olvasta, vagy látta, nézte a tévében a régi idők fociát, az Minarik Ede mosodás örök érvényű mondását ismerheti, kell egy csapat. Nos, van egy jó hírem. Ez a csapat megvan, eddig is jó mérkőzéseket játszott, két bajnokságot már megnyert, és most következne a harmadik. És hogy milyen eredményeket ért el, az látható az elmúlt 16 évből. Építettünk uszodát, ha még emlékszünk rá, sportcsarnokot, elkezdtük a magassági beruházást, a kórház felújítását, a vasútállomást, a sétálóutcát, a húsi part újra indítottuk, munkahelyeket teremtettünk, elindult a fiatal sátorra jönnyi program, a Bursa Hungarika, csak néhányat a sok közül. De ha valaki azt gondolná, hogy mi most úgy vagyunk, hogy utazunk egyet, ennek a sikernek a hajóján és a következő 5 évet így végig lehet vinni, akkor azt mondom, hogy ez nem így van. Az a baj, hölgyeim és uraim, hogy sosincs vége a munkának. Mindig új kihívások és új változások jönnek. Hiszen szükség van az egészségügyben, a kórházban, a rendre, a nyugalomra. Oda kell figyelnünk az oktatásra. Még jobbá kell tennünk a közigazgatást. Erre valaki azt is mondhatja, hogy hogy a fenében mondhatja ezt a polgármester pénteken este, biztos fáradt a hosszú hét után, hiszen ez mind-mind már nem a városhoz tartozik, sem az oktatás, sem az egészségügy, és a közigazgatás jó része sem, hiszen a kormányhivatalhoz, illetve az államhoz. Na de, hölgyeim és uram, van-e valaki ebben a teremben, aki elhiszi rólam, hogy nem ártom bele magam bármibe is, hogyha úgy gondolom, hogy a város érdeke, az ott dolgozók érdeke ezt megkívánja. Természetesen bele fogom ártani magam. Természetesen a politikai odafigyelés, a politikai szemüveg az minden esetben rajtunk lesz, rajtam és képviselőtársainkon, hogy ebben a városban, minden szektorban, minden dolog a helyén menjen. Hölgyeim és uraim, egy polgármester győzelem szép. Ahogy gyűjtögetjük az aláírásokat és köszönjük a rengeteg aláírást, amit kaptunk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan támogatnak minket.
De tudják, ahogy az elején kezdtem, egy csapatra van szükség. Ugyanis a képviselőtestület 12 fős lesz. A polgármesternek pontosan ugyanannyi szavazata van, ugyanannyit ér a szavazata, mint a másik 11-nek. Amennyiben nincsen többségünk, akkor lehet polgármester Szamosvári Péter, vagy akárki más, maximum az ünnepségeken megpróbál szépeket mondani, de ezen kívül más szerepe nem lesz, mint a protokoll. Ezért kérem Önöket, mindenkit biztassanak és biztassunk arra, hogy az október 12-i választásokra jöjjenek és jöjjünk el. És miért is? Hiszen én egy vagyok Önök közül, mi Önök vagyunk, mi így együtt és még nagyon sokan mások itt Sátorra jóében egy csapat vagyunk. Többen említették azt is, hogy az elmúlt időszak másfél évtized az valamennyire hasonlít valóban arra az időszakra, amikor Sátor a Jújhely jelzője a fényes Újhely volt. Valóban sok sikert elértünk. De látjuk, hogy mennyi feladat van. Utakat kell helyreállítanunk, járdákat kell építenünk, a megjelenő kábítószerezést vissza kell szorítanunk, itt kell tartanunk a fiatalokat, az időseknek pedig nyugodt, boldog, idős éveket kell teremtenünk. Ennek megvannak az alapjai, de munka az bőven van. És nem vagyok elfogult, amikor azt mondom, hogy erre a munkára, erre a feladatra csak mi vagyunk képesek. Megvan az akarat, megvan a rátermettség, és megvan az elkötelezettség is. Többször hallottuk, ahogy az elmúlt napokban jártuk, keltük a várost, nem csináltátok meg a járdát, úgy maradt a kátyú, pedig megígértétek. És ez így is volt. Valóban sok minden maradt ki ebből a 4 évből, aminek meg kellett volna történnie. Hölgyeim és uraim, nem voltunk restek, nem voltunk lusták, és nem untuk a munkát. A lehetőségek szabták és szabják meg mindig a jelent, és leginkább a jövőt. Abban azonban bízhatunk, ahogy képviselő úr említette, hogy a következő 7 év uniós forrásaiból, a következő 7 év megyei fejlesztési forrásaiból, amely 100 milliárd forintra fog rúgni, egyre több jut Sátorra Jóhelynek, és ezeket az elmaradt munkákat be tudjuk pótolni. Kedves jelenlévők! Ha végignézik majd képviselőtársainkat, azt biztos észrevették és észreveszik, hogy nem változtunk meg. Nem gyűjtöttünk vagyonokat, nem lettünk milliárdosok, nem vettünk a Balaton mellett vagy a Rózsadombot telket. Ugyanolyanok maradtunk, csak talán egy kicsit idősebbek, legalábbis az előző választáshoz képest 4 évvel. Ami nem rossz, de szerintem elég nagy baj. Kedves jelenlévők! Ugyanolyanak vagyunk, tele tűzzel, tenni akarással, és minden rezdülésünkkel a várost és Önöket szeretnénk szolgálni. Mi az Önök bizalmából vagyunk erősek, és ez a bizalom az a kovász, amivel nem nyerhetjük, amivel megdagaszthatjuk az augusztus 20-ai cipót, kenyeret, amellyel megnyerhetjük az október 12-i választásokat. Lehet, hogy nem hoztunk mindig jó döntéseket. Bizonyára többször hibáztunk, de egy biztos, a jó indulat, és hogy mindig a legjobbat szerettük volna. Hölgyeim és uraim, az lenne a legfontosabb, hogy úgy, ahogy megszoktuk 4 éve, 8 éve, ugyanúgy most is, minden körzetben nyerjük meg a választásokat. Minden körzetben, mert ez biztosítja azt a további fejlődést, ami előttünk áll. Hiszen munkahelyeket kell teremtenünk, és megvan rá az esély. Fejlesztenünk az idegenforgalmi attrakciókat, az időseknek újabb ellátóhelyeket kell kialakítanunk, a fiataloknak az első munkahelyet, oda kell figyelnünk erősen a közbiztonság megerősítésére, az infrastruktúrára, a közigazgatásra és természetesen az egészségügyre. Van munka. Vannak feladataink, amelyeket majd a szórólapokon, a különböző találkozókon részletesen külön-külön el fogunk mondani. Jó, ha tudják, egy beruházás elindult, 12.000 négyzetméteres munkacsarnok épül az ipari park területén. De a magashegyi munkákat is 4 van folyamatban, szintén mindenki láthatja, észlelhet, hogyha arra kirándul. Elindul a Dózsa-György utca felújítása. Nem folytatom a sort, hiszen rengeteget lehetne és kellene mondanom. Egy testületülésem, hát talán 10 éve volt, egyszer azt mondtam, én az életemet tettem rá, hogy a város előre jusson. 16 év telt el, mióta polgármester vagyok. Volt sok küzdelem, sok lemondás, rengeteg bántás, kritika, ugyanakkor sok öröm, sok köszönet, és a segíteni tudás páratlan érzése is
Együtt volt ezzel. Ha újra kezdhetném, újra kezdeném. És alapjaiban nem csinálnám másképp most sem. Lehet, hogy ez megszállottság, mazohizmus, de csak így lehet. Arra kérem önöket, szavazzanak, hogy soha ne bánják meg, hogy nem mentek el. Önmagunkért, önmagukért, családjukért, családunkért és a városért. Mindenkinek három szavazata lesz. Az első a megyei közgyűlésé, amely nagyon felértékelődött, hiszen 100 milliárd forint fölött döntünk. És valahol az elején én magam is ott leszek, a szavazólapon, és siker esetén képviseltem ott is a várost. A második szavazat a képviselőtársaimnak szól. Minden körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjét kérem, hogy támogassák segítségszavazatukkal. A harmadik pedig a polgármester jelölt, bizonyára több jelölt is lesz, ne firtassuk, hogy kik, egy biztos, én is rajta leszek. És ha még nem mondták meg a képemet 16 év alatt, akkor kérem, a következő 5 évben is tűjjenek el minket, hogy tehessünk, hogy együtt dolgozhassunk Sátor a jövőért, hogy együtt dolgozhassunk önökért. Nos, azt mondtam, kell egy csapat, és a jó ír, hogy van. Kérem, engedjék meg, hogy azt a csapatot, amellyel nekiindulunk ennek a választásnak, itt bemutassam önöknek, bár nagy meglepetéseket és teljesen ismeretlen arcokat bizonyára nem fognak látni. De mielőtt ezt megtenném, szeretném megköszönni egy képviselőtársamnak a munkáját, ki ezen a választáson már nem indul, Szabó Lajosné képviselőtársam, aki ott a LKF foglal helyet. Köszönjük a 10 éves munkáját, és jó egészséget és sok sikert kívánunk. Az egyes körzetben indítjuk Sebes Péter igazgatórat, aki az 5. István szakközépiskola igazgatója, emellett az Árpádházi Szent Margit vezetője és a Piarista Kollégium igazgatója, ráadásul munkatársa volt. Én azt gondolom, hogy az egyes körzet kiváló kezekben lesz. Sok sikert kívánunk a munkához. A 2. körzetben indítjuk Szőnyi István barátomat, akivel együttettünk képviselőt, aki azt a sikert, páratlan sikert mondhatja el magának, hogy páros volt a körzeteinek a száma, hiszen két másik körzetben is nyerni tudott, úgy, ahogy most valószínűleg, sőt biztos vagyok benne, most is jó munkát és sok sikert kívánunk nekünk. A 3. körzetben Lukács Tamás képviselőtársa, aki itt a 5. István szakközépiskolában tanít, régi barátom, cserkészvezető és egy állhatatos és óriási munkavírású ember. 4. körzetben indul Tankó Dénes, a polgármester úr, azoknak az eredményeknek, melyeket csak éppen csippentettem és éppen csak érintettem, minimum annyira kovásza, mint én, aki azt gondolom, hogy kiváló vezetője lesz a későbbiekben Sáfor a Jóhérnek. Az 5. körzetben Schweitzer Tamás barátunk, aki nem csak a Művészeti Iskola tanintézményének vezetője, nem csak régi képviselő, nem csak megbízható barát és szövetséges, hanem a művészetekben, a város közéletében is kiváló és nagy szeretjük neki, és erre számítunk a következő évben is. A 6. körzetben Gracson Norbert képviselő úr, akinek munkájára talán az a legigazabb mondás, hogy az az állhatatos, hogy kitartó, hogy türelmes, óriási a munkavírása, és hogy nagyon szeretik a körzetében. A 7. körzetben Palic István úr, a Fidesz elnöke, aki meg tudta valósítani azt, hogy egy városon, egy kisvároson belül egy újabb életérzést, egy újabb közösségi életérzést teremtett azzal, hogy a Hecskét, mint városrészt öntudatra ébresztette. Én azt hiszem, hogy mindenki, aki rászavazott, az büszke arra, hogy bizalmat adott neki, mint ahogy ebben a választásban is így fog történni. A 8. körzetben Csermai Ferencné képviselőtársam, az Egyesített Szociális
intézmény igazgatója, szintén régi képviselőnk, és nagyon becsüljük meg, mert amellett a szigorú vezető, nagyon-nagyon érzékeny szociálisan, hiszen munkából adódik, és az egy szem nő a csapatban. És végezetül polgármester jelöltként én, Szamos Völgyi Péter. Kérem. Kérem, támogassanak minket, támogassák őket, hogy október 12-én együtt mutassuk el. Csak így tovább, sátor a jó hely. A ma estén vendége Bájer Zsolt, újságíró, publicista, a Fidesz alapító tagja. Fogadjunk! Szép jó estét kívánok kedves mindnyájuknak. Itt az eddigieket hallgattam, és már több mint fél órája azon gondolkodom, hogy miért jöttem én ide kampányolni. És ezt elmondhatnám az összes alkalommal, amikor itt voltam kampányolni. Mindig szemrehányást teszek magamnak, hogy nekem igazából valószínűleg Ózdra kéne menni, vagy Kispestre. De ha már itt vagyok, akkor azért csak elmondom a magamét, és talán értelme is van mégis annak, hogy egy ennyire jó helyen rablom az önök idejét, mert az a helyzet, hogy csak saját magunkat verhetjük meg, már megint. Ezt kéne elkerülni. Miről is van szó, tisztelt hölgyek és urak? Már többször elhangzott, Rihárd is elmondta, Péter is elmondta, harmadszor választunk. Én már nagyon unom. Én még a tavaszit se hevertem ki, de az a helyzet, hogy bizonyos szempontból mégiscsak ennek a mostani választásnak van a legnagyobb tétje. Mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy azon túl, hogy Ludas Matyi is háromszor vert el Döblőit, igen, nagyon el kéne verni őket harmadszor is. És nem csak azért, mert az nekünk jól fog esni, hanem azért, mert akkor tényleg jó sok időre végük lesz végre. És tényleg erre várunk 25 éve, nem? 25 évvel ezelőtt, mikor elindultunk ezen az úton, mondjuk amikor Fideszt alapítottunk, akkor azt hittük, hogy egy éven belül végük lesz. Azóta eltelt 25, és még mindig itt vannak. És az a nagy baj, hogy mi itt, ezen az oldalon gyógyíthatatlanul naívak vagyunk. Mert én például, mikor elvertük őket tavasszal, mint szódás abomát, aztán elvertük őket az Európa Parlamenti választáson, hogy jég a határ. Én azt gondoltam, hogy két ilyen vereség után majd úgy elcsendesednek. Megjuhászognak, kicsit magukba fordulnak, eltöprengenek a jövőn, meg azon, hogy mit rontottak el. Ehhez képest, tisztelt hölgyek és urak, kezd megint békemenet hangulatom lenni. És hogyha még sokáig csinálják azt, amit csinálnak, akkor megint el kell menjünk sétálni. Mert megint azt csinálják, ami a legnagyobb az emberség. Hiszen itthon már hitelük, reményük, puvohárjuk nincs. Mi marad nekik? Megpróbálják a világgal elkaszálni és elmeszelni ezt a kormányt. Ez az, ami egész egyszerűen tűrhetetlen. És ha most elverjük őket harmadszor is, akkor higgyék el fognak csitulni. Egyrészt el lesznek azzal foglalva, hogy hogyan tovább. Bár ezt tudjuk, mert Fletó megírta tegnap.
Fletó megírta a jövőjüket, egy pártot kell csinálni a baloldalon, és annak majd ő lesz a szeretve tisztelt elnök. Most mindenki fölháborodott, gondolom látták tegnap a híreket. Kedvencem Szigetvári Viktor elmondta, hogy Gyurcsány Feri az nem osztályfőnök, hanem ő is csak egy rumlis diák, ne szólogasson itt be. MSZP is nagyon ideges lett, de szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mikor a országgyűlési választások kampánya elindult, és Fletó bejelentkezett, hogy őt nem lehet kihagyni az összefogásból, emlékeznek még? Akkor is az volt az első reakció, hogy hajde, hogy nem. Sőt, nem csak ki lehet, hanem ki is kell téged hagyni, kedves Feri, mert te sokkal többet viszel, mint hozol. Aztán 3 hónap telt el, és a kamerák előtt össze-vissza csókolták egymást. Úgyhogy szerintem lesz még a Gyurcsány osztályfőnök, de ha most megverjük őket, akkor végképp ki fogjuk húzni a szőnyeget a lábuk alól. És mégiscsak ez volna a cél. Másrészt pedig az, hogy talán-talán a külföld is végre belássa azt, hogy amit csinál, azzal nem csak az a baj, hogy hazugság, hanem leginkább az, hogy nem lehet mi velünk megcsinálni. Tisztelt Hölgyek és Urak! Most ugye hetek óta az illiberális állam körül forog a mondani való. Már mindenki hozzászólt. Már az összes amerikai újságban az összes nagyon okos ember leírta, hogy Magyarországtól el kell vonni az uniós támogatásokat, Orbán Viktor száműzni kell Szentirom a szigetére, és egyáltalán minket fallal kell körülvenni, mert ami itt folyik, az rémes. Illiberális államról értekezik egy Európai Uniós miniszterelnök. Csak zárójelben jegyzem meg, Richard is utalt már rá, a mai napon született meg a végső megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között, mely megállapodás értelmében 23 milliárd euró érkezik a következő 6 éves ciklusban Magyarországra. Ezt a számot azért úgy ízlelgessék, 23 milliárd euró. Ez több, mint amit reméltünk, és ez egyszer s mind üzenem a szeretve tisztelt jobbikos kollégáknak is, hogy nem kell szeretni az uniót, magam sem teszem, de az, amit ők hangoztatnak fennem, hogy nekünk az unióból ki kell lépni, az jelen állás szerint öngyilkosság lenne. És nem tudom, hogy ők azt a 23 milliárd eurót, azt honnan teremtenék elő. Mi az ötletük helyette, mert erről még soha nem beszéltek. Zárójel bezárva. Tehát a kutya ugat, a karaván halt. Lehet fenyegetőzni, hogy mit kell velünk csinálni, ehhez képest az unió megállapodott Magyarországgal, a támogatások továbbra is érkeznek, nem várt mérték. Mindezeken túl pedig nekünk mégiscsak az a dolgunk, hogy elgondolkodjunk a saját jövőnkön, és elgondolkodjunk, ha már ezért állunk a szőnyeg szélén, akkor egy kicsit elgondolkodjunk ezen a liberális, illiberális ellentéten. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A liberalizmus a mai nyugati civilizációban, a mai nyugati világban pontosan olyan dogmává vált, mint amilyen dogmatikus volt évszázadokon keresztül mondjuk a feudális társadalom. És aki ma a liberalizmus, mint dogmát megmerészeli kérdőjelezni, azt megpróbálják egész egyszerűen kitagadni az emberi közösségből. Miközben a szemünk láttára omlik össze mind az, amit a liberális államszervezés felépített az elmúlt évtizedekben. Gondolják végig egyszer életünkben nyugodtan, hideg fejjel azt, hogy az élet 3 meghatározó és legfontosabb területén hová is vezetett a liberalizmus a nyugati világban.
Ez a életünket leginkább meghatározó három terület, ugye a gazdaság, a kultúra, és mondjuk fogalmazunk úgy, a társadalom szervezés. Ez ma a nyugati világban liberális alapokon zajlik, évtizedek óta. Nézzük meg egy pillanatra, hogy melyik hová jutott. Nézzük először a gazdaságot. Ugye a gazdaságban a liberalizmus dogmája szerint nincs alternatívája az úgynevezett globális tőkés piacgazdaságnak, amelyben mindent a piac szabályoz, mert annál jobb szabályozó nincs. A liberális dogma szerint az államnak nincs dolga a gazdaságban, az államnak ki kell vonulnia gyakorlatilag minden területről, és majd a piac és majd a multinacionális tőke elvégzi azt a feladatot, amit neki el kell végezni, és ettől majd mindenki boldog lesz és vidám. Így van ez ma, tisztelt hölgyek és urak. Tegyék föl maguknak bátran a kérdést. Nincsen így. Napnál világosabb, hogy soha többé ez a modell nem lesz működőképes. Abban a klasszikus, dogmatikus formájában, ahogy ezt annak idején kitalálták. Csak abba gondoljanak bele, hogy a nemzetközi, a globális tőke, amely minden áron profitot akar szerezni, az mindenféle termelő munkát, termelő tevékenységet, az gyakorlatilag már kiszervezett Nyugat-Európából és a nyugati civilizációból. Ennek mi most még egyenlőre bizonyos értelemben haszonélvezői vagyunk. Hiszen ez a globális tőke, mondjuk az autógyártást tekintve, Magyarországon építette fel a nagy autó összeszerelő üzemeit, gyárait, ahol sok tízezer magyar ember dolgozik. Azért tette ezt a globális tőke, mert sok tízezer magyar ember feléért, harmadáért elvégzi azt a munkát, amely munkát mondjuk tőlünk nyugatabbra végeznek, vagy végeznének el. De mi soha ne felejtsük azt el, hogy ez a globális nemzetközi tőke gondolkodás és szívfájdalom nélkül fogja összecsomagolni bármelyik magyarországi gyárát, és fogja elvinni még keletebbre, abban a pillanatban, hogyha tőlünk még keletebbre rendelkezésre fognak állni azok a feltételek, elsősorban szakképzett munkaerő, amelyekre neki szükség van. Mert tőlünk még keletebbre a mi fizetésünk feléért, harmadáért is elvégzik ugyanazt a munkát. Vietnámba pedig, meg Bangladesbe pedig elvégzik egy tár rizsért is. Világos, tehát ez a tőke logikája. Hogy ő mindig keletebbre fog menni. A dogmatikus, liberális gazdaságnak ma egyetlen szimbóluma van, az Egyesült Államok beli Detroit városa. Detroit volt valaha az amerikai autógyártás központja. Emberek százezrei dolgoztak a detroiti autógyárban. Ma, tisztelt hölgyeim és uraim, Detroit egy szellemváros, az Egyesült Államok keleti partvidékén. Detroitban ma már senki sincs, csak feketék, hajléktalanok, lecsúszott egzisztenciák, bűnözők meg alkoholisták. A város kiürült, mert megszűnt az Egyesült Államokban gyakorlatilag az autógyártás. Ez a globális tőke szimbóluma. Soha ne felejtsék el Detroitot. Ezért, aki egy kicsit is képes az orránál messzebbre látni, az már réges-régen azon gondolkodik, hogy a globális tőke és piacgazdaság után mi lesz majd, ami fenntartható fejlődést és életkörülményeket fog biztosítani. Ez pedig teljesen nyilvánvaló, senki más nem is jöhet, mint az állami szerepvállalás. És ma, amikor mondjuk az Orbán kormány különböző termelő tevékenységeket államosít újra, vásárol meg veszteségesnek kikiáltott gyárakat és egyebeket, vagy az energiaszektorba bevásárolja magát az állam, és ezt gúnykacaj
vagy dű kíséri idehoza a baloldal és a liberálisok részéről, akkor önök jó, ha tudják, hogy a jövő egyetlen lehetséges útját járja tovább. Nem lesz más út. Nézzük a kultúra területét. Mégiscsak egy egyházi iskolában vagyunk, úgyhogy szó szerint nem fogom idézni, amit szeretnék. De itt is van egy szimbólum, ez viszonylag friss, és gondoltam, elmondom önöknek. A napokban jelent meg egy hosszú írás, egy nagyon liberális internetes tartalomszolgáltatónál, egy hírportálnál, ez a bizonyos 444.hu. Ezt korunk hősei írják, igazi, liberális, klassz, derék, fiatal emberek. És egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy újfent, hogy itt az ideje, ezt a hülyeséget, hogy kötelező olvasmányokkal traktáljuk a szegény diákokat, ezt ideje felszámolni, mert ez úgy, ahogy van, marhaság. De ráadásul, ha már vannak kötelező olvasmányok, akkor hát semmiképpen sem azokat kell olvastatni a diákokkal, amiket mi itt olvastatunk velük. És akkor elmondja az a derék szerző, egy nagyon liberális ifjú úr, aki egyébként álléven írja, amit ír ezen a honlapon, és a saját fényképe helyett Che Guevara arcképe van ott, mert hát mindenki olyan példaképet választ, ami neki való. Szóval Che Guevara arcképe mögé bújt barátunk arról értekezik, hogy Jókai és a kőszívű ember fiai az olvashatatlan. Hosszan leírja, hogy ő most beleolvasott újra, a háromnegyedét nem érti. Mondja ezt a mi liberális barát. Ő nem érti. Majd kifejti, hogy itt jön az, amit sajnos nem idézhetek mégsem, Jézus Urunk alatt, de az a lényeg, hogy kitér a Pál utcai fiúkra és a Légy jó, mint halálégre, ahol gondolatkísérlete során Nemecsek Ernőt és Nyilas Misit lúzer bal fékeknek nevezi. És hogy micsoda hülyeség, hogy mi itten a 21. század elején Nemecsek Ernő és Nyilas Misi lúzer bal fékekkel tömjük a magyar diákok fejét. Nem tudom, fogják-e. Fogják-e radarra, hogy miről is akarok beszélni. Hogy hová jut egy liberális kultúrpolitika vagy gondolkodás, amikor eljut odáig, hogy egy Nemecsek Ernőről azt találja a legfontosabb jelzőnek, hogy lúzer és balfék, vagy egy Nyilas Misiről. Mert ugye az ember az ilyen itt maradt őskövület, mint jó magam, 51 éves vagyok, tényleg nekem már tulajdonképpen rég el kéne költöznem a más világra, legalábbis ő szerintük. De egy ilyen őskövület, mint én, azt hittem, hogy azért vannak olyan ügyek a mi életünkben, egyénileg is, és közösség, mint társadalom úgy is, amelyek nem kikezdhetők. Hogy böcsület, hűség, tisztesség, álhatatosság, uram, bocsá, hazaszeretet. Ezek olyan fogalmak, amelyek mindannyiunk számára ugyanazt jelentik. Jelentem nem. Kiderült feketén-fehéren, hogy egy liberális kultúrpolitikában, egy liberális kultúra felfogásban Nemecsek Ernő a maga hősiességével, álhatatosságával, hitével, hősiességével egy lúzer balfék. De a balféket csak én mondom, ő mást használt. Ide jutottunk. Én nem szeretném, hogyha a továbbiakban, az én hazámban ez az álláspont lenne a mérvadó. Én ezt egész egyszerűen kikérem magamnak. És akkor még szerzőnk elmereng azon is, hogy az ajánlott olvasmányok is mi rémesek. Közöttük van például Defoe-nak a Robinson Crusoe című munkája, amit a mi szerzőnk, Che Guevara barátunk a következőképpen jellemez. Tényleg nem írtak 300 éve semmi mást, és a mai gyerekeknek egy idült rasszista történeteit kell olvasgatni, aki egyfolytában arról filozofálgat, hogy van-e Isten. Ez a Robinson Crusoe.
egy időt rasszista. Ezen fél napig merengtem, hogy miről beszél vajon ez a kretén. Hogy Robinson miért időt rasszista, és aztán rájöttem, hogy nyilván péntek miatt. Nem is mennék szívesen bele, szerintem a lényeget értik, hogy mit szerettem volna ezen a példán keresztül elmondani önöknek. Nem igaz az. Az a liberális, a kultúrában értelmezett liberális dogma, hogy értéksemlegesnek kell lenni. Ez egész egyszerűen nem igaz. Ez hazugság, és az egyik legkártékonyabb és legmérgezőbb hazugság, amit egy társadalom torkán le akarnak tuszkolni. Nézzük a harmadik területét az életünknek, nevezzük jobb ilyen társadalom szervezésnek, társadalom szervező erőnek. Ami egyébként szervesen összefügg azzal, amiről eddig beszéltem, a kultúrával. Tisztelt hölgyek és urak, hogyha pontosan akarjuk látni, hogy hová jutott a nyugati civilizáció, és hogy néznek ki ma a nyugati civilizáció társadalmai, akkor helyesen tesszük, hogyha megnézzük és eltöprengünk azokon a képsorokon, amelyeket nap mint nap láthatunk, amikor az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetére folyamatosan érkeznek a menekülők, és az olasz kormányzat és az olasz hatóságok teljesen reménytelen és sziszi-puszi küzdelmet vívnak a rájuk özönlő bevándorlással. Ha látni akarjuk, és meg akarjuk érteni, hogy hová vezetett liberális társadalom szervezés, akkor helyesen tesszük, hogyha eltöprengünk mondjuk a jelenlegi Franciaország állapotát. Persze azonnal ránk sütik majd, hogy időt rasszisták vagyunk, de azért mi jó, ha tudjuk. Mégsem teljesen normális az, hogy mondjuk ma Párizs bizonyos területein önök bátran el tudnak egy egész napot bolyongani anélkül, hogy egyetlen fehér embert látnának. Lehet erre azt mondani természetesen, hogy hát ettől szép a világ. Hallottuk eleget, az idegen szép, meg hogy a másságot azt csodálatos tolerálni, és attól nagyszerű egy igazi liberális társadalom, hogy a különböző kultúrák mély békésen és nagyszerűen élnek egymás mellett. Mára az a helyzet, tisztelt hölgyek, urak, kristálytisztán bebizonyosodott, hogy ez csődhöz és robbanás közeli állapothoz vezetett minden. Tavaly egy Párizs melletti kisváros francia polgármestere nyílt levélben kérte és szólította fel a francia hadsereget, hogy vonuljanak be az ő városkájába és csináljanak rendet. Mondom a hadsereget. Mert hogy ő a maga részéről ezt nem bírja tovább. Ez nagyjából olyan, mintha Szamos Völgyi holnap levelet írna a Hendének, nyílt levelet, hogy ugyan vonuljon már be a magyar hadsereg, már hogyha lenne olyan. Barátaim, ez a helyzet. Ide jutottunk. Lampedusa szigetére naponta özöllenek a bevándorlók, Európa megtelt, és miközben az európai, hogy is fogalmazok, őshonos rassz, a keresztény fehér ember évtizedek óta képtelen arra, hogy reprodukálja önmagát, magyarul nem vagyunk hajlandóak szaporodni, a legnagyobb jólétben élő társadalmakban sem, sőt, ott a legkevésbé, eközben Európa népessége folyamatosan nő. Önök szerint hová fog ez vezetni? Mi ennek az útnak a vége? És önök szerint miért van az vajon, hogy ma mondjuk az Irak és Szíria területén ezt a rém államot létrehozó, korábban ISIS, ma már csak IS névre hallgató
iszlám fundamentalista terroristák között több ezer nyugatról odaérkezett fiatal ember harcol. El tudták volna ezt néhány évtizeddel ezelőtt képzelni? És mit hallunk ma? Bejárja a világot egy leírhatatlan, iszonyatos képsor arról, hogy levágják egy amerikai újságíró fejét, és 48 óra alatt kiderül, hogy a tettes az nem más, mint egy kelet-londoni volt rapper, aki odament és egy 10 centis késsel levágta egy ember fejét. Hát akkor hová jutott a liberális társadalom szervezés? Hová jutottunk mi, hogyha a fiataljaink ezt az utat választják? Mivé lett Európa? Ebbe gondoljanak egyszer bele. Felfoghatatlan tragédia küszöbén áll a világ, hogyha minden így marad. És akkor van néhány, nem egyedül van, de néhány európai uniós miniszterelnök, vagy elnök, mondjuk a cseh, meg hát talán kitalálták, Viktorra gondolok, aki fölmeri tenni a kérdéseket. Ennyi a bűne. Kérdéseket mer feltenni. És megmeri kérdőjelezni, hogy a liberális demokrácia, a liberális piacgazdaság és a liberális kultúra felfogás az tényleg az egyetlen helyes és követendő út. És ezért ki akarják tagadni gyakorlatilag az emberi közösség. Ki akarják tagadni Európából, és azt akarják a mi torkunkon ledugni, letuszkolni, hogy mi is tagadjuk meg őt. Mert akkor majd jó lesz. Akkor majd mi, mint magyarok, visszatérhetünk Európa nagy és szent kebelére. Nem így lesz, tisztelt hölgyek és urak. Jelentem, másképpen lesz. És jelentem, a világ mostani állapotát tekintve, torony magasan nekünk van igazunk, és utcahosszal vezetünk mindenki előtt a gondolkodásban. A jövőt azt mi próbáljuk kitalálni. Mint a fene, olyan igaza volt a jó Meggyesi Péternek, aki tegnap egy szép hosszú interjút adott a 168 órának. Olvassák el, csodálatos. Sose az eszényért szerettük, de valaki elolvassa ezt az interjút, így 10 év távolából azóta, hogy őt Gyurcsány Ferenc megpucsolta, és ki hitte volna? Emlékezzünk csak vissza 10 évvel ezelőtti önmagunkra, amikor ő miniszterelnök volt. Hitték volna, hogy eljön majd az idő, amikor azt fogjuk mondani, hogy Úristen a Meggyesi, micsoda egy úriember. És eljött az idő. És elolvastam ezt az interjút tegnap, és azt mondtam én is. Azt a mindent. Ez egy képességes, tisztességes úriember. És egyébként ő fogalmazza meg ebben az ominózus interjúban azt a gondolat sort, hogy ő ugyan nem ért egyet Orbán Viktorral, de hogy az egyetlen politikus ma, akinek van víziója a jövőről, na az biztos, hogy Orbán Viktor. Ezt a Meggyesi mondta. Le a kalappal, mint a fene, olyan igaza. És higgyék el, hogy mérhetetlenül jó érzés, ha már itt annyit emlegettük a csapatot, mérhetetlenül jó érzés olyan csapatba tartozni, amelyiknek van víziója a jövőről. És lehet tévedni, lehet tévutakon elkalandozni, mindent lehet, egy dolgot nem lehet. Panglosz mesterként elhinni azt, hogy a létező világok legjobbikában élünk, mert ez már réges-régen nem igaz. És valamilyen élhető és jó világot, azt nekünk kell kigondolni, kitalálni, és aztán majd nekünk kell felépíteni. Ehhez pedig a két első lépcsőfokon már túl vagyunk. A harmadik most jön. Most kell még utoljára helyi szinten tönkrever. Mindenhol. És akkor bekövetkezik az, hogy országosan,
az európai szellemi, ideológiai, gazdasági, kulturális hadszíntéren és helyben, a legszűkebb kis közösségeinkben is ugyanazok, ugyanazon elvek, gondolatok, hitek és ideológiák mentén tudnak válthoz vetve küzdeni. Egyszerűen nincsen más út. És főleg nem itt. Szóval, tisztelt hölgyek és urak! Mégiscsak önök, Magyarország egyik legszebb, ha nem a legszebb részén élnek. Ez nem vitás. Az Zemplénnél és ennél az egész vidéknél én nem nagyon tudok szebbet mondani. És igen, elhangzott már itt a versben is, az úr elmondta és utalt rá, igen, ez a Rákóczi önfölgy. A vitézlő fejedelem a felső vadászi kastélyban volt gyerek. Hogy ott ma mi van, azt ne tudják meg. De ettől még nekünk mégiscsak az a dolgunk, hogy azt a hagyományt, azokat a gyökereket, azt a múltat, azt őrizzük meg és vigyük tovább. Most mondják meg nekem, hogy a fenébe nézne ki egy szoci polgármester sátorhelye új helyen. Azért az mégiscsak nonsens lenne, nem? Hát idáig már csak nem jutunk. Szóval, tisztelt hölgyek és urak, annak van igaza, aki meghirdette az illiberalizmust, annak van igaza, aki ementén gondolkodik, megőrizve mindent a demokrácia alapjaiból, és ők s mi ezt tesszük. Annak van igaza, aki azt mondja, hogy jó, hogyha helyi szinten ugyanazok vannak, mint akik országos szinten és európai szinten, mert akkor lehet egy irányba menetelni, akkor lehet a legnagyobb erőt és ellenállást kifejteni, és hogy ez így legyen, ehhez már csak egyetlen dolog kell, október 12-én el kell sétálni, és be kell húzni az X-eket oda, ahova kell. Bár ezt önöknek úgy se kell elmondani, de önök azért még mondják el azoknak, akik másban gondolkodnának. Hajrá Péter, Richard, hajrá önök, hajrá mi. És legfőképpen igenis hajrá Magyarország. Köszönöm szépen.